mai testületi ülésünkön megállapítom, hogy ketten hiányoznak. Van egy 4 pontból álló napirendi pontunk. Kérem, hogy aki egyetért a 4 napirendi ponttal, az szavazzon igennel. Hét igen. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. Első napirendi pontunk Pátyközség önkormányzatának 2014 évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet tervezetének megtárgyalása. Holnapi nap a dátum ennek a leadása, ezért a mai napon kell rendkívüli ülésen tárgyalni. Jegyző úr szeretne valamit mondani, parancsoljon. Köszönöm szépen. Csak annyit szeretnék mondani, hogy magát a zárszámadást elkészítettük határidőben, ez már az államkincstárhoz benyújtásra is került. A mai nap reggelén a tisztelt képviselők kaptak egy kiegészítő lapot, amin az 59. és a 25. sor javításra került, nem tudok másképpen fogalmazni, mint egyszerűen elrontottuk az összeszámolást. A beszámoló, ami leadásra került, és ami a KGR rendszerbe feltöltésre került, természetesen a jó adatokat tartalmazta, tehát azokat küldtük be, viszont az Excel táblába átemelésnél elcsúszott az összeadás, ezt nem tudom máshogy mondani, úgyhogy külön köszönöm annak, aki vette a fáradtságot, végigolvasta, összeadta és megtalálta ezt a számítási hibát. Tehát az egyes számú mellékletnek az 59-es sorszámú sora, a költségvetési bevételek az 1.601.669.000-re változik, a B1, B8 összesítő pedig 2.123.228.000-re. Ennyit szerettem volna kiegészítésül tenni. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e valakinek még észrevétele a 2014 évi zárással kapcsolatban? Úgy látom, nincsen. Akkor a rendeletalkotásról szavazzunk. Aki elfogadja, az igen nyomjon. Igen, 6 igen és 1 tartózkodással elfogadtuk. Köszönöm szépen. Második napirendi pontunk döntése a PVK Nonprofit Kft. Üzleti tervének elfogadásáról. A üzleti tervvel kapcsolatban most reggel került elő a jegyzőkönyv, amit a felügyelő bizottság nyújtott be. Néhány dolgot javasol, de én azt gondolom, hogy ezeket majd a májusi testületén fogjuk figyelembe venni, mert most már egyszerűen nem lehet. Nem olyan életbe vágó dolgok, de valóban bizonyos kiigazítást elvárnak. Kérdezem, hogy valakinek van-e a PVK üzleti tervével kapcsolatban észrevétele? Gábor Ákos, parancsolj. Köszönöm szépen. Igen, tehát igazából ami az üzleti tervet érintő, ugye van egyfajta aggályunk, ez a 4-es számú határozatban van benne, amelyben az üzleti tervben szerepel, az ügyvezető úr által elkészített üzleti tervben, hogy bizonyos pótlékokat nem tartalmaz a bértáblázat. Csak felhívjuk a figyelmet rá, hogy ha ez valóban évközben ki fog derülni, hogy nem lesz elég, akkor készüljön a képviselőtestet, hogy vagy átcsoportosítani kell, vagy meglátjuk, hogy más rovatokba keletkezik-e plusza a PVK-nak, és akkor abból ki tudja pótolni ezeket a költségeket. Illetve a 3-as számú határozat az arról szól, természetesen nem azt értette a felügyelőbizottság alatt, hogy az összeg helyett kellene egy szöveget betenni a táblázatba, de hogy ugye van ott egy olyan tervezett 6.700.000 forintos bevétel, ami természetesen nem csak az önkormányzattól várható munka, hanem külső munka is. A felügyelőbizottság csak annyit állapított meg, hogy amennyiben az önkormányzattól érkezik ilyen munka, akkor az önköltségi összeg kerüljön elszámolásra, hiszen a béreket és egy jelentős részt a költségeinek a PVK-nak, ugye az önkormányzat fizeti, tehát csak az adott munkával kapcsolatos önköltségét számolja az önkormányzat felé a PVK. Igazából talán ennyi a lényegi a jegyzőkönyvből. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm. Úgy látom, nincs több hozzászó, de van. Bocsánat, Monostori Ernő, parancsa. Köszönöm szépen.
megnyugvással tölt el, hogy a hát nem, pontosan nem tudom, hogy múlt év végén vagy ez év elején került ide elénk az a előterjesztés üzleti terv címen, amiben az előterjesztő két változatot tett elénk, egy A meg egy B változatot. Akkor én voltam azt, és ezt most nem szerencsétlenül mondom, és nem ez a lényeg, de onnan indult a dolog. Tehát én voltam az, aki felvetettem, hogy, és módosító indítvány keretében előterjesztettem, hogy ne fogadjuk el egyik változatot se, mert gyakorlatilag mindkét változat egy hasonló, lényegében azonos konstrukció keretében viszi tovább a céget. Kezdjünk egy racionálási gondolkodást, és ennek keretében határozzuk meg, hogy tulajdonképpen mi is a jövője a cégnek. Ennek a racionálási meggondolásnak egy megítélésem szerint részeredménye van most előttünk, és ennek eredményeképpen azért összegezve, hogy ez így elhangozzon, a 37 főről most 25 főben gondolkozunk, igaz, hogy csak szeptember 1-től, de van egy ekkora végül is megtakarítás, és millióban pedig a 142 helyett a 117 millió, mint sarokszám a KFT-nek az ezévi költsége. Na most azért tartom ezt részeredménynek, mert a vizsgálat elején eleve kizáratott az az opció, miszerint, amit én szerettem volna elérni meg, hogy ezt jobban járjuk körül, hogy a KFT megszűnjön önálló non-profit KFT, hanem ilyen városüzemeltetés jelleggel, nem tudom, honnan ez a betűszó, hogy GAMEZ, de mindenki így tudja, hogy így szoktak működni a testület, illetve a hivatalon belül ezek a szervezetek. Tehát én állítottam, és most is állítom, hogy sokkal olcsóbban, bizonyos tekintetben még hatékonyabban működhet az a tevékenység, és most hozzáteszem, ami maradt a KFT-ben. Tehát ugye tudjuk, hogy a csatornavíz elment, a szemetet leadtuk, és végül is maradt egy társaság, ami hát kicsit torzó, de maradt társaság formában. Na most, amikor a világban mindent összevonnak azért, hogy hatékonyabb legyen, teljesen célszerűnek és észszerűnek tűnik számomra, hogy ez a szervezeti egység nem egy drágább, önállóan működtetett szervezeti egységként, hanem a hivatal részeként működhetne azokkal a maradék tevékenységekkel, amik végül is megmaradtak. Tehát én ebben az irányban szeretném, ha még valamikor tovább gondolkodás lenne, ezért most ennél a változatnál én most nem tudom megszavazni, tartózkodni fogok. Köszönöm. Szabó István. Hát már többször ugyanez a felvetés elhangzott korábban is, én ugyanúgy reagálok rá most is, így legalább tudjuk pontosan, hogy mibe kerül nekünk különböző intézmények fenntartása, takarítása, közterületek karbantartása, így pontosan tudjuk. Az, hogy az nagy egészben eldugunk bizonyos költségeket, illetve azt sose fogjuk tudni. Így tudunk vitatkozni, hogy sok vagy kevés, akkor nem fogunk tudni erről vitatkozni, mert itt van a nagy egész kalapba, hogyha nagyon érdekel valakit, persze biztos ki tudja szedegetni, hogy mi mennyibe kerül, de igazából így sose fogjuk látni. Én ezért nem igazán támogatom azt a felvetést, amit a képviselőtársam mondott. Köszönöm. Temes Szent Andrási Gábor. Köszönöm szépen. Én azt mondom, hogy nézzük meg, tehát, hogy amennyire lehet, mérjük fel, hogy ennek milyen költségvonzatai vannak, meg milyen adminisztratív előnyei, hátrányai lehetnek, és akkor hasonlítsuk össze, hogy előnyösebb-e vagy sem a hivatalba vonni ezt a társaságot. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Úgy látom, hogy nincs több hozzászólás. Akkor amellett, hogy azért azt megjegyzem, hogy az év második felére ki fog derülni mindenkinek az aggodalma, vagy éppen nem kell aggódnia, és akkor majd el fogjuk dönteni a további sorsát a PVK-nak. Akkor szavazzunk a határozati javaslatról. Aki egyetért vele és elfogadja, az igen nyomja. Öt igen és kettő
tartózkodással elfogadtuk. Köszönöm szépen. Harmadik napirendi pontunk. Döntés a PVK Nonprofit Kft. Támogatási szerződésének elfogadásáról. A támogatási szerződésre azért van szükség, mert a 2013-ban a falüzemeltetési csoport feladatait átvette a PVK, és minden évben ezt szükségeltetik, ez a támogatási szerződés ahhoz többek között, hogy a közmunkásokat tudja igényelni a PVK. Most már kicsit későn vagyunk, de még azt hiszem, hogy időbe. Úgyhogy kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés, nincsen, akkor szavazzunk. Van? Ernő, parancsolj. Köszönöm szépen. Polgármester említette, hogy bizonyos időszakot követően az aggodalmakra ugye bizonyára választ kapunk, és akkor lehet dönteni. Én nem forszírozom most a döntést, mert most itt áll a szekér, csak szkeptikus vagyok abban, hogy egy önálló társaság könyvvizsgálója, felügyelőbizottsága, jogásza vásárolt ügyviteli szolgáltatás keretében a könyvelése, csak ami most így eszembe jut papír nélkül, hogy ezek a tételek most aggodalom ide, aggodalom oda, eltűnnek, mi lesz velük, ez matematika, ezek megvannak. Ha egy társaság önálló, akkor ezek a tételek, meg még amit nem soroltam, kell, hogy legyenek, mert különben nem lenne önálló. A non-profit társaság jelleg pedig, engedtessék meg, azt arra találták ki valamikor, hogy a egyébként gazdasági társaságnál keletkező eredményt ne kelljen leadózni, azt visszaforgathassa, és szépen érdekel magával a társaság önmagáért. Na de itt az eredmény, mint fogalom, az kizárt. Tehát amiért létrejött valamikor ez a társaság, a másik, amit azért megint csak el kell mondani, azért jött létre, mert, és azért vannak ezek a non-profit társaságok sok esetben, mert ki lehetett vonni ezt a kört a egyébként bérszabályozás keretéből. Tehát itt szabadonban lehetett adni az arra érdemes emberkéknek, olyan szakembereknek, akiket egyébként nem lehetett megfogni, szabadonban lehetett jövedelmet biztosítani. Na most ebben a torzónak általában, de elnézést kérek, torzónak nevezett szervezetnél ez a megközelítés miszerint itt mégis jobban meg kell fizetni az embereket, talán kicsit idejét múlt. Tehát ilyen szempontból is ez a társasági forma hát nem teljesen indokolt. A támogatási szerződéssel tulajdonképpen ezt a, én azt mondom, hogy vagyonvesztési dobozt egy kicsit úgy berögzítjük, hogy na akkor ez minimum év végéig, ez ennek így kell lenni, mert ez egy szerződés a társasággal, és az önkormányzat ezt így lefixálja. Nem annyira jó. Köszönöm szépen. Köszönöm. Gábor Ákos, parancsolj. Köszönöm szépen. Én nem igazán tudom hova tenni képviselőtársam vagyonvesztési doboz kategóriáját. Amiről itt szó van, az az, hogy a falunkban lévő úgymond munkákat, mint például ugye a környezetünk kinézetét, fűvágástól a szemétszedésig megrendeljük a PVK-tól, aki ezt elvégzi. Valóban ez költségekkel jár, ami a falunak pénzébe kerül. De ha nem végezzük el, akkor hova jutunk? Tehát, hogy igazából itt nem arról szól a dolog, hogy itt kidobáljuk ezt a pénzt az ablakon, hanem egyfajta szolgáltatást kapunk ezért mi a PVK-tól, amelyre egyébként azt gondolom egyre színvonalasabban végeznek, és amire egyre jobb az igény a településünkön. Köszönöm szépen. Köszönöm. Monostori Ernő. Pontosítok. A vagyonvesztés kategóriát úgy értelmeztem, és általában mindent így kell értelmeznünk, hogyha valamit olcsóban meg lehet csinálni, és mi drágábban csináljuk, akkor a közpénzéből valamivel többet költünk arra a célra, és ezáltal a közpénzének az egészét csökkentjük, azaz vagyont vesztünk. Tehát matematikailag ez így működik, és a vagyonvesztésbe ez belefér. Itt a vagyonvesztésről
meg kell mondjam, ez esetben nincsen szó, ugyanis kiderült, hozta az élet. Valóban voltak olyan kérdéses feladatok, ami közfeladatellátás, és nekünk ez kötelességünk az önkormányzatnak megcsinálni, amiben folyamatában, életszerűségében a PVK már dolgozott. Felmerült ugye az a kérdés, és több ilyen alkalom volt, amikor arról volt szó, hogy hát lehetséges, hogy ezekből a dolgokból valamit olcsóbban, hogyha kiadjuk, meg lehet csinálni. Erről beszéltél az előbb. Kiderült, hogy amit a PVK eddig csinált ezekkel a dolgokkal, és amit nekünk ugye effektíve ki kellett fizetni a PVK-nak, nagyságrendekkel kisebb volt, mint az összes árajánlat ezekkel az ügyekkel kapcsolatban. Tehát nincs vagyonvesztés. Jelenleg is én úgy tudom, hogy a falüzemeltetés úgy működik, hogyha bármilyen dolgot kiadnánk, az mind drágább lenne. Tehát nem tudom, hogy ez a vagyonvesztés hol van. Tehát szerintem nincs. Köszönöm. Köszönöm. Gábor Ákos. Köszönöm szépen. Én azt szeretném elmondani az ennek, hogy én egy teljesen értek a Temesszent tanulási képviselőtársunkkal, tehát meg kell ezt valóban vizsgálni, de az, amit te elmondtál, ez csak a mérleg egyik serpenyője. A mérleg másik serpenyőjében is vannak dolgok. Tehát én azt mondom, hogy azt kijelenteni most, hogy olcsóbb lenne ennek a mondjuk úgy modellezése nélkül, az azt gondolom, hogy nem feltétlenül állja meg. Itt várjuk meg azt, hogy olcsóbb lenne, vagy milyen előnyökkel jár, ha megtartjuk, és utána hozzuk meg azt a döntést. Tehát én egy kicsit korainak érzem azt a kijelentést, hogy ezt sokkal olcsóban meg lehet csinálni. Ezt ki kell számolni pontosan. Köszönöm szépen. Köszönöm. Temes Szent Andrási Gábor. Köszönöm szépen, és a megerősítést is. Most akkor megint szorgalmaznám, illetve akkor rákérdeznék, hogy elindul-e ez a modell összehasonlítás, vagy hogy ennek akkor ki lesz a felelőse, milyen határidőkkel, hogyan tudunk ebben munkához látni. Köszönöm. Természetesen elindul, de most a lényeg az, hogy a PVK elfogadott üzleti tervvel rendelkezzen, és egy elfogadott támogatási szerződést kössünk vele. A következő lépések azok lesznek, amiről itt beszéltetek. Ezt nem gondolom, hogy most bele kéne fogalmazni. Ez attól függetlenül valóra válik, hogy most erről döntenénk. Monostori Ernő, neked már nincsen hozzászólásod, de egy mondatban reagálhatsz. Technikailag, tehát a fogalomtisztázás, tehát most nem gondoskodok semmilyen irányban. Én valóban nem erre gondoltam, hogy most a takarítást kiszervezni, mert egyébként ebben lehet foglalkozni ebben a vizsgálatban, hogy akkor az mibe kerül meg, hogyan. Nem erre gondoltam, csak hogy egy önálló társaság működtetése, az tuti, hogy drágább, mint szervezet működtetése, mint egy GAMESZ hivatalon belüli. Én csak ebben a mértékben értettem ezt a bizonyos vagyonvesztés dolgot. Jó, köszönöm szépen, és akkor szavazzunk a támogatási szerződés elfogadásáról. Hat igen és egy tartózkodással elfogadtuk. Köszönöm szépen. És a negyedik napi rendi pontunk következik. Ez pedig a Pátyi Sportegyesület kérelmének megtárgyalása. Gondolom mindenki olvasta a Sportegyesület kérvényét, vagy kérelmét. Kérdezem, hogy kik szeretnének hozzászólni. Szejt Zsolt, parancsol. Többször előfordult már, hogy itt kérdésé vált, hogy miért nem tárgyalta a bizottság. Sajnos ez egy szoros határidő miatt, illetve azért, mert a sportegyesületnek nem szeretem ezt a szó, tervei többször változtak tartalmilag. Volt egy olyan általunk jónak ítélt, jónak mondott költségvetésre beilleszthető összeg, amivel úgy gondoltuk, hogy az önkormányzat tudná támogatni 2015 évben a sportfejlesztést, nem a támogatást, a fejlesztést. Ennek a tartalma többször változott, és 30-áig le kell adni egy tagos pályázatot, ami, hát, mint ahogy látszik, a sportegyesület, mint egyedüli induló, nem közös induló, hanem mint önmaga pályázik erre a pályázatra, a tagos pályázatról van szó, viszont 30% önrész kellene az önkormányzattól.
Na most, mivel hogy 30-áig ezt be kell adni nekünk, a sportegyesületnek, ezért, és többször változott, ezért elcsúsztunk, valóban a sportegyesület ezzel elcsúszott, de le kell adni. Na most én összehívtam hétfő délutánra egy informális bizottsági ülés, nem hivatalos, de informális, mindenkinek szóltam, aki eljött, annak köszönöm. Ott megbeszéltük ezeket a dolgokat, ott az hangzott el, hogy ez támogatható. Én kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy támogassa. Köszönöm. Minden bizottsági ülésen, testületi ülésen itt voltam, erre törekedni fogok. Ez tegnap nem jött össze, úgyhogy kértél, de délután nem jött össze, tehát ebben most nem szeretnék belemenni, hogy későn volt, meg egyebek. De éppen ezért, mert nem voltam ott, értelmezési kérdéseket, kettőt, ha megengedsz. Ez most így ránézésre körülbelül pont annyi, mint a nagypályának a költsége, ez most véletlen. A másik meg, hogy az öntözőrendszer most laikusként egy műfüves pályánál hogy működik? Műfüves focipálya. Tessék? Nem műfüves. Na mindegy, ebben egy kicsit, hogyha helyre tesztek. Az érdemi problémám az nem a műfüvessel, hanem a fejlesztési stratégiával van. Tehát most független attól, hogy mikor kerül ide az ügy, nekem a múltkori alkalommal, amikor arról beszéltünk, hogy 20 millió jut az útfejlesztésre, ha nem tudjuk mennyiből, akkor is az hiányzott, hogy kellene egy, mindegy, minek nevezzük ezek, nagy szövek, monitoring, meg stratégia, meg ilyeneket időnként használjuk, ezért elnézést kérek. Tehát ellen egy koncepció, ez se magyar szó. Tehát valami kellene, amiben eldöntenénk azt, hogy úgy nagyjából sportra, kultúrára, út, közterületfejlesztésre, szociális célokra úgy mennyit szánna az önkormányzat. És azon belül lehetne priorizálni, hogy ha sportról van szó, akkor műfűes pálya, vagy a nagy pálya, vagy mind a kettő, MLS-szel, annélkül, stb. Tehát itt nekem ez az egyetlen problémám, hogy az egészet, nemhogy nem látom, mert miért pont én lássam, de ez egészre vonatkozóan nincs egy törekvés, hogy erre itt most mi valami tabularázát fölvázolnánk, és ahhoz képest értelmezhetők az ilyen közbejött kérdések. Hát ugye most a két pályát együtt ugye most össze tudjuk adni, hogy körülbelül mennyi, és még lehet, hogy más is van, de ezt inkább ti tudjátok. Itt is lehetne élni, és ezt ameddig nincs egy ilyen koncepció, addig ezt föl fogom vetni. Hát valamikor volt ez a bizonyos lélegeztető gépegység, hogy ebből hány lélegeztető gépet lehetne venni, szokták volt mondani ugye nagykormányzati költségvetési tételeknél. Itt el lehetne mondani, van egy utca, mondjuk maradjunk a Liget utcánál, hogy ebből három Liget utcát lehetne megalkotni. Tehát ez a mi felelősségünk, hogy egymás mellé állítva ezeket mérlegeljük. Most nem a műfüves pálya ellen vagyok, csak a technológia ellen, hogy nem rendszerszerűen közelítjük a kérdéseket, és valószínűleg, most mondok egy számot, hogy 300 millió, évközi tartalékként való elköltése valószínűleg így fog megtörténni, hogy befut valami, és akkor arra úgy igen mondunk. Tehát a koncepció hiánya az, ami nekem ebben a dolgban hiányzik. Jó, Szejgyó. Köszönöm. Akkor válaszolok ezekre a kérdésekre. Van törekvésünk, van koncepciónk és stratégiánk is. Úgy beszéltünk ezen az informális ülésen, hogy gazdaságilag tartható folyamatában és a meglévő dolgokban is, tehát a fenntartásában is. Én több informális testületi ülés volt már, több-kettő. Jeleztem mind a kettőn, hogy a sportegyesület milyen úton jár, milyen fejlesztéseket szeretne csinálni. Nem tudom, lehet, hogy elment a fülek mellett, szeretném újra elmondani. Az első, ami nekünk a stratégiánkba beletartozott az első tartalomnál, 18 millió forint volt a 30% önrész, amit az önkormányzatnak be kellett volna ugye ebbe
vállalnia. Újra dolgoztuk az egészet, és azt mondtuk, hogy ne terheljük a falut. Lementünk 12 millió forintra, szerintem 6 millió forint az azért jelentős összeg, főleg 18-ból. Lehet azon vitatkozni, hogy egy falu pátyi költségvetésében ez a 12 millió forint egy évre, mint sportfejlesztés sok vagy kevés, én szerintem nagyon kevés, bár az utak is kívánnának valóban, de azt mondtuk, hogy a 12 millió forint támogatható lenne. Ehhez a stratégiát ugye mi felépítettük nem most, már évekkel ezelőtt, és van sportfejlesztési koncepciónk is, amit most ki fogok majd osztani, már azt hittem, hogy rég kiosztottam, de sajnos csak a másikat osztottam ki, mindegy, az én hibám. Van koncepciónk, amit át fogunk most dolgozni. Ugyanúgy, mint a másikat, a környezetvédelmit. Tehát újra átvettük ezt a kérdést, átdolgoztuk, tehát a stratégiánk és a koncepciónk mi szerintünk jó. Az öntöző, a pályaköltségvetés, még két dolog volt, amivel kezdtél, most én azt hagytam a végére, a pályaköltségvetése. Megmondom őszintén, én összesen hasonlítottam a kettőt, ez valóban véletlen. Az öntöző berendezés. Az öntöző berendezés is például változtatta a koncepció, a terveinket tartalmilag, ugyanis ki kellett vennünk, fejezd már be, ugyanis ki kellett vennünk az épület felújítását, ez pedig be kellett tennünk az öntöző rendszernek a felújítását, ugyanis kiderült az, miután az MLS kijelölte azt a céget, amelyik kivitelezést fogja készíteni a nagypályával kapcsolatban, ide jöttek, felmérték a kutunkat. Kiderült, hogy ez a kút arra alkalmas, amire annak idején mi furattuk, de arra, hogy ezt a speciális és profi rendszert, amit most be fognak sok millió forintért tenni a pályába, az újba, arra nem jó. Ezért kértünk árajánlatot. Az egyik cég hivatalosan megadta az árajánlatát, 5 millió 700 valahány ezer forint a bruttóba. A másik nem volt hajlandó, csak szóban közölte, hogy 6 millió forint. Mi ezt látod itt most, ezt az 5 millió 700 valamennyi forintot, az öntöző berendezésre, azt nem csináljuk meg, akkor hiába fog megépülni az új pálya, nem tudunk locsolni. Köszönöm szépen, és elnézést kérek. Szabó István. Ahogy értelmeztem, Ernő nem azt a sport terveket, koncepciót hiányolta, ugye az elején, amit mondott, hanem az egész az évi beruházási, fejlesztési, úgy mondjam, büdzsénknek a elköltését, vagy ennek az elosztását, és ezben igaza van, mert ezt nagyon gyorsan most már meg kellene tennünk, mert ugyan voltak már informális ülés, ugye a fejlesztési elképzelésekről, ott születtek bizonyos prioritások, amit mindig ugye ilyen értelemben fölülírnak bizonyos nagyon sürgős, eldöntendő kérdések, és ez volt most éppen a sport témában, ez a TAO pénzeknek a lehívási lehetősége, ami kétségtelen, hogy már korábban is kellett volna, hogy úgy mondjam, látni ezt, de úgy látszik, ott is kevés a kapacitás már a sport területén arra, hogy mindenre előre időben, hogy úgy mondjam, reagáljanak és elkészítsék ezeket a terveket, hogy mi is már időben tudjunk aztán erről dönteni. Ezért kerül így az utolsó pillanatban ugye ide elénk ezek a kérdések. Az, hogy sok a sportra költött pénz, hogy biztos, hogy sok, viszont már ebbe az évben 2015-ről beszélek, annak ellenére, hogy ugye az MLS pályázatról még tavaly történt döntés és kötelezettségvállalás, viszont ugye ebbe az évben válik esedékessé, tehát így, hogyha most összeszámoljuk, ez bizony most már, amit ebben az évben a sportra költünk, az már 50 millió forintot meghaladja, tehát ez így sok kétségtelen, de hogy 50 évig meg nem költöttek tulajdonképpen összesen 50 millió forintnyit a sportra, vagy legalábbis itt a sportpálya környékének a fejlesztésére, ugye ahhoz képest viszont azt mondanám, hogy akkor most valamikor ezt ki kell fizetni, most
most fizetjük ki ezt. Ez az egyik. A másik az, hogy kétségtelen ebben a településen is, amikor a fejlesztésekről beszélünk, mindenkinek más és más a prioritása. Az, hogy az utakra évente oda költünk, most ebben az évben ugye már előre azt mondtuk, hogy 30 millió forint, ami elég sok pénznek tűnik, ahhoz képest, hogy korábbi években, akár tavaly is, hogyha megnézzük, ez megközelítette, vagy talán meg is haladta 100 millió forintot, ahhoz képest viszont kevés, de hogyha évről évre mondhatnám azt nyugodtan, hogy milliárdos nagyságrendben, az elmúlt 10 évben milliárdos nagyságrendet költöttünk az utakra, most eljött az ideje annak, hogy más területekre is adjunk már pénzt. Tudom, hogy ezt nem vigasztalja azt a embert, aki lakik egy olyan utcában, ahol 10 éve nem költöttek az útra, és minden nap ilyen gödrös, kátyus úton kell hazamenni, számára ugye ez nem fontos. Én viszont, aki itt képviselőként ülök, az egész nagyot látom, és teljesen más prioritásokkal rendelkezek, mint az az ember, aki mondom kátyus úton megy haza. De természetesen ezeket a vitákat le kell folytatnunk, és legalábbis az évi, illetve az egész 2019-ig legalább 5 évre előre tekintve valami fajta beruházási tervet el kell készítenünk, ami nem kőbevésett lesz természetesen, hanem mindig az élet ugye ezeket írja. Köszönöm szépen. Köszönöm. Gábor Ákos. Köszönöm szépen. Hát igazság szerint én is ugyanezt éreztem ki az Ernő szavaiból, hogy tulajdonképpen az önkormányzat beruházásának a struktúráját hiányolja. Én is azt gondolom, hogy sokat költünk az idén sportra. Valóban, tehát én is azt gondolom, az az összeg, ami most az idén a sportra megy, az valóban Pátty költségvetéséhez képest egy nagyon nagy összeg. Azonban azt is mérlegelni kell, hogy utakat minden évben felújítunk, útépítése mindig lesz pénz. Most ugye van egy olyan lehetőség ebbe a TAO-s rendszerbe, valószínűleg idén meg jövőre még, hogy pénzeket lehet lehívni ezen fejlesztéseket. Tehát most, hogyha a struktúrát úgy építjük föl, hogy felosztjuk, hogy mennyit adunk sportra, kultúrára szépen sorba, akkor valószínűleg sportra nem jutna annyi összeg, hogy ezeket az önköltségi vagy önrészeket állni tudjuk. Na most kérdezem én, hogy az felelős teljes döntés lenne, hogy hagyjuk elveszni ezen pályázatokat, és majd 2-3 év múlva elkezdünk vakarozni, hogy akkor önerőből kell ezeket a fejlesztéseket megcsinálni. TAO az most van, ezeket a pénzeket most lehet lehívni, még akkor is, hogyha ez most kicsit aránytalanul soknak tűnik a sporttal, valószínűleg a fejlesztéseken túl leszünk. Amit a polgármester úr mondott, hogy az utolsó pillanatban kerülnek ide. Én azt gondolom, hogy ez tipikusan annak az esete, amikor nem egy új állapot van, tehát nem azt mondjuk, hogy van egy szűz területünk, és oda egy sportkomplexumot próbálunk építeni, hanem igazából egy meglévő adottságú épületet, pályát próbálunk fejleszteni úgy, hogy ehhez fejlesztési pénzeket próbálunk megszerezni. Valóban nem ez volt az eredeti koncepció, de mint látszik, az adott körülményekhez kell, az élethez kell igazítani a pályázati formákat és lehetőséget. Tehát nem biztos, hogy az ember, csak azt akarom az egészből kihozni, hogyha most mi fölállítunk egy struktúrát, és azt mondjuk, hogy 5 év múlva már pedig oda egy báltermet fogunk építeni valahova, nem biztos, hogy az az olcsóbb, sőt, azt gondolom sokkal inkább az az olcsóbb, ha figyeljük a lehetőségeket, és amikor az a lehetőség bekövetkezik, akkor bizony arra koncentrálunk, és ez lehet, hogy az adott évben a többi területnek a rovására megy, de még mindig ezt tartom legészszerűbbnek. Köszönöm szépen. Köszönöm. Temes Szent Andrási Gábor. Köszönöm szépen. Én Ernő szavaiból nem csak a beruházási koncepciót hallottam ki, lehet, hogy csak én szerettem volna belehallani, hanem egy hosszú távú előretekintést, aminek a megalkotását én nagyon tudnám támogatni, nem csak sport, hanem bármiféle területem. A ráfordított összeggel kapcsolatban pedig az jutott eszembe, hogy elhangzott itt Ernő részéről ez a lélegeztető dolog. Most egy focipálya az biológiailag is végül is lélegeztető, mert hogy zöld terület, és hát így kulturálisan, vagy az ifjúság szempontjából meg tényleg azt lehet mondani, tehát így, hogy benne vagyunk és lent vagyunk hetente többször a pályán, tényleg azt lehet látni, hogy ez egy hasznos elfoglaltság a fiúknak, meg a lányoknak is, akik ott vannak. És én azt gondolom, hogy ilyen szempontból, meg figyelembe véve az előttem elhangzottakat, azért ez egy nagyon fontos és jó dolog, egy jó irány a településnek. Köszönöm szépen. Köszönöm én is, és akkor mivel nincs több hozzászólás, akkor szavazzunk. Két határozati javaslatunk van. Az elsőben az összegről szavazunk, a másodikba pedig a tulajdonosi hozzájárulással. Először az egyes
határozati javaslatról szavazzunk. Hét igennel elfogadtuk, köszönöm. A kettes határozati javaslat következik. Hét igennel elfogadtuk, köszönöm szépen. És akkor a mai ülést bezárom. Köszönöm a részvételt.